A jövőben szeretnénk még több, még jobb, még változatosabb műsorokat készíteni nektek. Ahhoz, hogy ez sikerüljön és alkotói szabadságunkat megőrizzük, szükségünk van a segítségetekre. Ha a reklám nélkül és extra tartalmainkért cserébe úgy döntenél, hogy egy kicsivel is, de beszállsz a finanszírozásunkba, vagy hozzájárulnál karitatív tevékenységünk sikereihez, a videó alatti linkek valamelyikén egy a YouTube-tól független platformon megteheted. Köszönjük! Üdvözletem mindenkinek, áldásék, a Gyümölcsén Osvárd Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsótime YouTube csatorna. Nagyon sok mindent elmondhatnék még itt az elején, de ezt már most tudom, hogy egy nagyon hosszú adás lesz, de nagyon hasznos, higgyétek el, nagyon fontos fölhívni a figyelmet arra, hogy a legjobb módja egy probléma kezelésének az a kommunikáció tud lenni, ugyanis az elmúlt hetekben a Kerek Mese nevű csatornával kapcsolatban az alkotó páros a rasszizmus vádja érte a baloldalról, a jobb oldalról pedig azokat, akik rasszizmust kiáltottak, őket pedig az a vád érte, hogy hát a szivárvány lobby az most elérte ezt a csatornát is azért, mert hogy hetero családról beszélgetünk, és hogy most ők ezért megtámadják őket. Azt gondolom, hogy mind a két oldalon történtek túlkapások, nem is gyengén, nem is kevesek. Éppen ezért Én mind a két oldalról meg szeretném szólaltatni a feleket. Egyik vendégem Mérő Vera lesz, a Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítványnak az elnöke. Többek között ő volt az, aki fölhívta erre a hibára a figyelmet, amit jó magam is hibának tartok, ez fontos hangsúlyoznom. Nagyon szerencsétlenül lett megfogalmazva, megrajzolva, közzétéve ez a videó. És itt lesz velem a Kerekmese alkotó párosa is, ők pedig el fogják mondani az ő álláspontjukat, ami azért egészen exkluzív, mert hogy ilyen formában eddig ők nagy nyilvánosság előtt nem szólaltak meg, velem mégis kivételt tettek, és az elmúlt párnapos egyeztetések során arra jutottunk, hogy akkor összehozzuk ezt a videót. Külön-külön fogom őket megszólaltatni, méltatlannak gondolnám azt a helyzetet, hogyha mondjuk Verával most én a Laciékat így összeereszteném. Már csak abból a szempontból is, hogy ő, ahogy az alkotópáros életében először találkozott ilyen fajta kritikával, és hogy nekik még a kommunikáció ezen részét erősen gyakorolniuk kell, azt gondolom. Vera pedig már egy vérprofi csaj. Nem gondolnám egy pillanat is sem, hogy Vera elharapná bárkinek is a torkát. Ettől függetlenül úgy érzem, hogy a mérleg serpenyője az így lesz egy szintben. Na, úgyhogy nem is rabolom tovább a szót, kapcsoljuk Mérő Verát. Szia Vera, hogy vagy? Mi újság? Halló. Fáradtan, de remekül. Fáradtan. Fésűt elhagytad? Látom, hogy kicsit így. Merre a fésűd? Na, nem tudom, hogy pontosan te, vagy a Marci, vagy hogy volt ez, vagy melyikőtök volt, aki először tudomást szerzett a kerekmesének arról Marci. A... Marci. Marci, és akkor Marci keresett meg téged? Pál Marci, a Szivárvány Családok Egyesület kurátora küldte át nekem ezt a linket, amit megnéztem, és én eléggé megdöbbentem, és onnan mentünk tovább, nyilván lefutottuk azokat a köröket, illetve mire hozzám eljutott a történet, hogy azok a körök már megfutottak, hogy jelezni a szerzőpáros felé, hogy ez miért és mennyire és milyen szempontból problémás, és erre semmiféle reakció nem érkezett, és hát innen ment tovább az ügy, ami lényegében szerintem a Marci részéről, illetve a Szivárvány Családok Alapítvány részéről is, és a mi részünkről is, mint Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány, annyi volt, hogy húzzuk alá, hogy ez nagyon nem oké, és nagyon nem szerencsés az, hogyha ilyen tartalmak kerülnek mindenféle kritika elé a gyerekek látott terébe. Igen, egészen odáig ment ez a dolog, míg végül ki is hátrált mögülük a kiadójuk. Hogy érzed egyébként, nem lett ez egy picit túltolva? Hát nézd, abban az esetben, hogyha ők kapnak megfelelő számú, egyébként tényleg nagyon sok és nem indulatvezérelt, hanem nagyon is érv és értékvezérelt kritikát, és erre ők önreflexiót gyakorolnak, és nem egy általános hübriszből reagálnak, amit egyébként sajnos sikerült, és nem az a reakciójuk, hogy jó, akkor rárakunk egy 18 éves karikát a YouTube videóra, akkor ez egy egészen más tárgyalási pozíció lett volna, de ebben a helyzetben az történt,
hogy a vitatott tartalomra ráraktak egy 18-as karikát, más vitatott tartalomra, ami eleve elvileg ugye a felnőtteknek a kockasajt csatornán szólt, azt meg egyszerűen privátra állították a kritikára reagálva. Tehát az, hogy nekem milliós, vagy egyébként összeszámolva az összes elérésüket, 10-100 milliós elérésem van a YouTube-on, és a tartalmaimért semmiféle felelősséget nem vállalok. És abban az esetben, amikor gyerekjogi szervezetek, emberi jogvédő szervezetek nagyon higgadt kritikát adnak, visszajelzést adnak, akkor erre az az egyetlen válasz, hogy letiltjuk a videó elérését, vagy korlátozzuk az elérését, ez mindenképpen nagyon, nagyon problémás. És már csak azért is, mert a rasszizmus, ami egyébként például a Kockasajt csatorna, ami szintén a szerzőpárosi opuszairól elmondható, hogy a legvirtiglibb, legalpáribb rasszizmus, tehát ahogyan a nagykönyvben az előítéletek meg vannak írva, úgy ábrázolják például a mély szegénységben élő roma honfitársainkat, tehát hogy semmiféle belátást nem mutatnak. És tulajdonképpen az egészet egy ilyen diredurral verbúvált, mondva csinált nyűként kezelik, akkor azért az ember elgondolkodik azon, hogy na jó, de hát gyerekek, tehát milliós megtekintések vannak az egyes videókon, tehát ez nagyon-nagyon sok gyerekhez eljut, és egyébként a rasszizmus attól még, hogy valaki nagykorúvá válik, nem lesz kevésbé rasszizmus. Tehát azért ebben a jó, de egy jelen esetben, bocsáss meg, hogyha eltávolították a videókat, kiadtak egy... Nem távolították el, legfeljebb ilyen-olyan filterekkel látták el, tehát a Tomi családja mesére raktak egy... De ha privátra állítasz egy videót, az nem elérhető onnantól kezdve senki számára. Tehát hogy privát de a privátra videót... állított nem elérhető, de az a Kockasajt csatornán egy a nem tehetsz rólán is kifogásolt tartalom volt, de egyébként van ott még 10 másik, tehát én kifogásoltam egyet, ahol a roma wannabe influencer összeszart fürdőszobában tényleg a legdurvább rasszista sztereotípiák mentén ott van, de volt még további 10, amin fingás koncerttel terelik el a figyelmet arról, hogy éppen kirabolnak valakit a buszon. Vera, hol húzzuk meg a határt a, mondjuk a vicc és a rasszizmus között? Tehát rengeteg meleg témájú, zsidó témájú, cigány témájú vicc van, ami bár morbid, de hát én bevallom, szoktam rajta röhögni. Nézd meg egy South Park részt. A South Park azért szerintem mind kimondhatjuk könnyen, hogy nem finomkodik ezekkel a témákkal, de valamiért megoldott az, hogy sosem érzed azt, hogy az adott kisebbség ellen szól, vagy az adott sérülékeny csoport rovására viccelődne, inkább egy jelenséget szokott bemutatni. Tehát a paródia, az addig paródia, amíg jelenségeket mutat be, anélkül, hogy a jelenségek érintettjeit direktben bántani akarná. Ennek a, ezt nem lehet, tehát amit a Kockasajt csatornán, vagy mint ez a szerzőpáros csinál, az nem tekinthető iróniának, társadalomkritikának, mert egyoldalúan viccelődik egy kisebbségi, sérülékeny kisebbség sérülékeny voltával. Számomra egyébként én azt gondolom, hogy kontraproduktív következménye lett ennek az egésznek, hogy kihátrált mögülük a kiadó. Szerintem egy kiadónak joga van azt mondani, hogy én a szerzőimnek ezen tevékenységéről eddig nem tudtam, de most, hogy tudok, erre az én válaszlépésem az ez. Különösen annak tekintetében, hogy semmiféle belátás vagy bocsánatkérés nem történt. És hát, bocsánat, nem akarok nagyon gonoszan fogalmazni, de az a nyilatkozat, vagy azok a nyilatkozatok, amiket ők a sajtónak adtak, azok erősen lózungszerűek voltak, mert egy valami fájdalmasan hiányzott belőlük, és az a saját felelősség vállalása, ami egy... hát az összelérését az összes csatornájuknak tekintve akár milliárdos elérés esetén, azért egy jelentősen nagy felelősség. Tehát hogy az, hogy megélek egy tevékenységből, az nem teszi szükségtelenné azt, hogy ennek a tevékenységnek a felelősségét is vállaljam. Értem, de hogy itt rasszizmus, tehát hogy itt most beszélünk egy tartalomról, amiben... Én azt gondolom egyébként a valóban... A számos jogvédő szervezet szerint, és most nem csak a sajátomra gondolok nyilván, hanem a Pride-tól kezdve azért nagyon-nagyon sokan felismerték azt, hogy ez bizony, sőt egyébként, hogyha megnézed a független sajtót, nem nagyon volt senki számára a kérdés, hogy az, amit ezekben a videóban látunk, az virtigi rasszizmus. Független sajtó?
Linkelj már egy ilyet, légy, jelenleg Magyarországon független sajta, de jó lenne, ha lenne. Nem, szerintem nem szabad egy pillanatig sem azt gondolni, egy az, hogy van független sajtunk, nyilván valamelyik oldalra mindenki húz, és ahogy a jobb oldal rögtön leírta azt, hogy itt most a szivárvány propaganda egy keresztény családot próbál megtámadni és betámadni, úgy nyilván a bal oldal meg rögtön itt farkas kiáltott. Nekem amivel volt problémám, és amivel össze is különböztünk, az az, hogy én itt nem gondolom azt, hogy egy ilyen rendszeres, szándékos rasszizmus valósult volna, meg túl radikálisnak éreztem ezeket az intézkedéseket, és én rögtön átfordítva a saját példámmal, hogyha esetleg majd... Tucat ilyen film van, tehát nem egy vagy két filmet kifogásolt a plénum, hanem nagyon sokat. Uh-huh. Tehát ez egy sorozat, ez a gazsi sztori, ez egy folytatólagos sztori, amiben tényleg a legalpáribb, tényleg a legközönségesebb rasszista sztereotípiákat látjuk kritika nélkül, tehát, hogy a cigányok ilyenek. Meg fogom kérdezni majd őket. És erre egy kiadó, aki egyébként, tudod mit? Lehet, hogy van üzleti megfontolás is abban, hogy ha ennyire rossz kommunikátorok a szerzőim, hogyha ennyire képtelenek egy minimális jó emberségről tanúbizonyságot tevő reakciót kipréselni magukból, akkor ez nem lesz egy nagyon gyümölcsöző együttműködés. Ez is egyébként egy amúgy miért lenne ördögtől való egy ilyen... Fura ez a beszélgetés, mert én ugye fölhívtam őket telefonon, tehát amikor én veled összekülönböztem, mondtam, hogy ez egy annyira szürreális történet, hogy nekem meg kell keresnem őket. És én akkor beszéltem velük telefonon, és tudod, és én már tudom azt, amit még a nézők nem tudnak, az ő álláspontjukat, és hogy miért vállalták el, és hogy akármi részletekre egyébként érkezett ilyen, vagy hogy volt ilyen indítatás fölkeresni, megkeresni őket, hogy beszéljetek erről, mert... Hát nézni után én végignéztem azt, hogy hogyan reagáltak a nálam sokkal gyorsabb sajtómunkatársaknak egyébként a paletta sokféle pontjáról, tehát a Szeretlek Magyarországtól az RTL-en át, azért sokan megkeresték őket, és volt, akinek nyilatkoztak is. Ha azok nem történnek, akkor nem tudom, hogy tettem-e volna lépéseket, mert igazából, amikor valaki ennyire magabiztosan jelzi azt, hogy fel sem merül benne az, hogy bárhol hibázott volna, akkor nehéz azt a fogást megtalálni. Tehát, hogyha a nyitottságnak, a megértés szándékának minimuma sincsen ott a másik félben. És én értem egyébként, hogy bizonyára kommunikációban járatlan emberekről van szó, akiket ez az egész szituáció nagyon váratlanul ért, és azt is el tudom képzelni egyébként, hogy a részükről egy sok reakciót tapasztalhattunk, de a helyzet az, hogy nem lehet egy sok reakció mögé bújni, meg egy kommunikációs utintalanság mögé bújni, akkor, amikor azt mondják neked, hogy figyelj, legalább 1 millió gyerek látott egy nagyon káros tartalmat, amit tárítottál elő, akarod megérteni, hogy ez miért volt káros? Nem akarom megérteni. Köszönöm szépen a választ. Ezt kijelentették, hogy ők nem akarnak erről beszélni, így jó, ahogy van? Nézd, indirekten minden megnyilvánulásuk ezt jelentette. De ezt te magad ismered be, hogy lehet, hogy ez a kommunikációs... Ez a mese, és elutasítottak minden nemű kritikát. Ezt te mondtad. És elzárkóztak minden nemű párbeszéd elől. Tehát, hogy nem volt egy nyitottság semmiféle párbeszédre senkivel szemben sem. Kicsit az az érzésem, hogy most olyan emberek kerültek célkeresztbe, akik egyébként nem rasszisták, hibáztak kétségtelen, szerintem nem lettek ők jól kezelve, és legközelebb, amikor majd egy teljesen jogos tartalomnál rasszizmust, homofóbiát, bármi mást kiáltunk, attól félek, hogy kicsit bagatelizáljuk ezt a történetet. Tehát, hogy most ez egy farkas volt. Nem, ez most egy picit félre kommunikálsz, hogy most ez lehet, hogy kegyetlenül hangzik a részemről, de rasszisták. Lehet, hogy nem tudatosan, lehet, hogy nem ártó szándékkal, de az a tartalom, amit ők csúnya szóval éve kiokáltak az internetre, az a leg klasszikusabb csőrasszista tartalom. Én elhiszem, hogy részükről ebben nem volt olyan értelemben szándékosság, hogy nem az volt a céljuk, hogy gyűlöletet keltsenek egy kisebbség ellen, de azért ahhoz nem kell különösebb kommunikációs expertnek, szakértőnek lenni, hogy amikor nagyon-nagyon sokan és nem akárkik, hanem tényleg emberi jogvédő szervezetek és komoly emberek mondják azt, hogy ez nagyon-nagyon problémás, akkor ne egy pökhendiségből reagálj, hanem azt mondd, hogy hú, ezt most akkor kérünk egy kis időt, mert ezt most meg kell értenünk, mert most még egyelőre teljesen le vagyunk sokkolva.
Az is egy tök valid reakció lett volna amúgy. És nem fogunk ugyanarra az álláspontra jutni, amit egyébként nem is baj, és tökre oké az, hogyha nem mindenben értünk egyet, mert hogy én egy tényleg egy kicsit úgy érzem, hogy nem tudom, amikor nem jó emberek lettek elkapva, valamiért ez az érzésem van velük kapcsolatban, én ezért is vettem a fáradtságot, hogy megkeressem őket, beszéljek velük, és remélem, hogy majd a nézők le tudják vonni a megfelelő konzekvenciát abból, amit ők elmondanak. Én nagyon köszönöm neked, hogy tudtunk erről beszélni, mert egyébként fontos, tehát hogy valóban nem olyan dologról van szó, amit el lehet hesegetni. És nem a tettemre hívás a megoldás, vagy nem a purgatórium és a megjelenelégetés a megoldás, hanem a párbeszéd. Így és van. Ez nagyon fontos, hogy ezt a lehetőséget te így magadra vetted, hogy most megteremtsd, hogy ha nem is volt erre feltétlen hajlandóság mindenféle részéről, de hogy szülessen egy párbeszéd, hiszen akkor tudjuk megérteni. Én, mint egyébként véleményformáló ember, pontosan tudom, hogy egyes kijelentéseimnek milyen súlya van, és sokszor én is utólag azt mondom, hogy volt is olyan, hogy eltávolítottam ezért videómat, mert túltoltam. Meglátjuk, hogy ők mik fognak mondani. Köszönöm szépen neked, hogy beszélgettünk erről, csokollak. Én köszönöm, puszi. Na, hát Verával nem feltétlenül közeledtek az álláspontjaink, de nem azért, mert hogy mi utáljuk egymást. Egyébként pont ez az a fura, hogy szerintem nagyon kedveljük egymást a Verával, de vannak dolgok, amikben nem értünk egyet. Ti is merjetek nyugodtan nem egyet érteni, mert ettől még nem dől össze a világ. Beszélgetni kell róla, vitázni kell róla, érveket felsorakoztatni. Aztán, hogyha nem megy semmi, akkor meg nem tudom inni egy bambit. Na de, most viszont a kerekmese alkotóit fogom kapcsolni. Tehát itt van velünk Vas Mónika és Tavaszi László, a kerekmese alkotópárosa. Sziasztok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok egyébként a meghívást, a felkérést. Ugye, hát egy pár héttel ezelőtt nagyon nagy sajtóvisszhangot kapott a Tomi mesék. Ugye van egy ilyen a kerekmeséken belül is van egy ilyen kisebb csoport, a Tomi mesék. Gondolom azért Tomi mesék, mert hogy a gyereketeknek készült az első körben, azért kapta ezt? Vagy hogy róla mintáztátok a főhőst? A mese ötlete az hogy jött? Tudom, hogy Móni, te vagy az, aki a grafikáért felelsz. Hogy jött ez? Ugye, és közösen, most nem tudom, közösen írjátok ezt, vagy... Igen. Közösen. Aha. És akkor te vagy az, aki grafikailag megjeleníti ezt. A Tomi mesék egyik legújabb részében több civilis aggodalmát fejezte ki, rasszizmust kiáltva, feltételezve. Én magam is megnéztem egyébként a mesét, és úgy kerek a sztori, hogyha én is elmondom a véleményemet. Az, amit ott láttam, azt gondolom, hogy a civileknek jogosan adhatott okot feltételezésekre, viszont én abban hiszek, hogy erről meg kell hallgatni az érintetteket, és ezért is kerestelek fel titeket, mert láttam, hogy közben meg elindult ezzel együtt egy önfajta boszorkányüldözés, amit nem biztos, hogy szerencsésnek tartok, sőt, hát ugye a vége az lett, hogy a szerződött kiadó végül szerződést is bontott veletek, tehát így a mesekönyvek nem az ő gondozásukba fognak megjelenni. Igazából egy ismerősünk hívott fel minket telefonon, hogy valami elindult, valami nagyon negatív folyamat. Őszintén szólva, mi gyakorlatilag szerintem egy vagy két nap múlva értesültünk egyáltalán arról, hogy bárkinek ezzel kapcsolatban kifogása merült fel. Bennünk soha nem merült fel az, hogy probléma lehet ezzel a videóval, mert úgy gondoljuk, hogy a sztori alapvetően egy teljesen valós problémára vagy kérdésre hívja fel a figyelmet. És erre próbáltunk reflektálni. Valójában úgy történt az egész, hogy a Tomi fiunk, tehát megkértük arra, hogy porszívózzon ki, és nem volt kedve hozzá, és azt mondta, hogy hát ő igazából nem is hasonlít rám, biztos, hogy nem is. Igen, de ez több héten keresztül ment ez a sztori, tehát nagyon sokáig így mondogatta nekünk, hogy hát biztos örökbe fogadtuk, és akkor egyszerűen már teljesen már ki voltunk akadva, hogy hát nem igaz, hogy nem hiszi el, tehát hogy valahogy higgye már el, hogy ez nem így van, és akkor igazából itt volt pont velünk a bátyja, és ő elkezdett így ezen poénkodni, hogy
hát milyen durva lenne, ha így beállítanának érte az elvileg az igazi szülei, és akkor így elvinnék, és aztán akkorát nevettünk, tehát így nagyon jó volt, és mondjuk, tehát ezt mindenképp meg kell csinálni, mert az anya, de ez még tavaly novemberben volt, tehát nagyon-nagyon sokat vártunk igazából. Az indítatást teljesen értem. A kérdés, és talán amit egyébként itt civil részről is nehezményezve van, hogy miért pont egy roma család lett akkor itt negatív színben feltüntetve? Tehát miért azokkal a sztereotípiákkal tudod, hogy kihasználják az időseket, segélyre várnak, nem dolgoznak, a gyerekkel végeztetik el a munkát? Tehát akkor miért pont a romákkal legtöbbször hangoztatott sztereotípiákkal próbáltuk meg a rossz család mintáját itt bemutatni? Én egyáltalán nem roma családot rajzoltunk meg írtunk le. Igen. Az az igazság, hogy nem gondoljuk, hogy a romákra jellemzők ezek a dolgok. Vannak olyan emberek, akikre ez jellemző, de ez egyáltalán nem roma. Eszünkbe se jutott ez, tehát ez annyira vicces az egész, hogy egyszerűen, főleg az, hogy rasszistának kiáltottak mi minket, ez annyira durva, mert tehát csomó példa van az életünkből, ami egyértelmű, hogy mi nem vagyunk rasszisták, de hát ugye most hogy kiálljunk, és akkor mondjuk el mindenkinek, hogy de hát nem. Tehát egy rossz családot szerettünk volna pont azért, hogy a Tomi érezze azt, hogy milyen lenne egy igazán rossz család. Itt nem a romaságról volt szó egyáltalán. Tehát. Jó, de azt viszont, tehát, hogy a kockasajt, ugye a másik csatornának a kockasajt. A kockasajton viszont van egy ilyen, hogy Gazsi vlog, ami pedig egyértelműen mind a Gazsi, mind a család, tehát hogy ott ez kikerülhetetlen és megkerülhetetlen, hogy ott romákról van szó, és ez az a karakter, tehát ennek a karakternek... Nem az a karakter. Hát, ha megnéz... Nem láttad a karaktert? Azt a karaktert? Láttam, igen, és nekem sötétebbnek tűnt a bőrszíne, tehát hogy a... Uh-huh. Tehát akkor az, hogy sötétebb bőrű, a rossz családnak a sötétebb bőrű a főszereplője, akkor az mire enged utalni, hogyha mondjuk nem arra, hogy ő roma származású? Az az igazság, hogy a kockasajt esetében nyilvánvalóan volt forrás az ottani dolgoknak, azokat nem, gyakorlatilag nagy részt nem mi írtuk meg, vicckönyvekből lettek összegyűjtve a poénok, ugyanúgy szőkenős poén, ezek konkrétan viccek, megalimálva. Úgy gondoljuk, hogy a vicceket és bizonyos hasonló elferdített vicceket és ezek kombinációit nagyon sok stand-upos és előadó használja, azokról is készülnek felvételek, azok is felkerülnek a YouTube-ra. Hát meg a Gazsi mellett ugye vannak szűkenős viccek, rendőrviccek, műszikás viccek, tehát egy csomóféle vicc van. A kérdés az, hogy a viccek, amik már le vannak írva könyvesboltokban, meg könyvtárakban elérhetők, elolvashatja bárki, azt, hogyha valaki meganimálja, akkor azzal követel bűn. Nem gondoltatok arra, hogy az elején mondjuk ezeknek a meséknek, vagy a leírásában jelzitek, hogy ezek, mit tudom én, vicckönyvekre alapuló, már csak azért is, hogy egyébként az ilyen támadásoktól magatokat megvédjétek, tehát hogy mondjuk kiírni az elejére, vagy a leírásba leírni. Nyilván érdemes kitenni azt, hogy ez milyen könyvekből származik, és ez csak egy meganimálás. Ezt elismerjük, hogy az egy kényes téma, viszont úgy gondoljuk, hogy a Tomi mese esetében annyira elkülönül a stílus, az ábrázolás, a beszédmód is, a karakterek teljesen mások, hogy mi úgy gondoljuk, hogy nem követtünk el bűnt, tehát mi nem gondoljuk azt, hogy ez a romák számára támadás lenne. Tehát, de mondjuk ettől függetlenül nyilván sajnáljuk azt, hogy ez bárkit, ha bárkit megbántottunk, ez nyilvánvaló, tehát semmi ilyen cél egyáltalán nem volt bennünk, tehát ezt hangsúlyozzuk tényleg. Miért nem vettétek le a videót, miután egyébként láttátok, hogy ez felháborodás keltett, és a közvélemény egyébként valóban azt gondolta, és higgyétek el, hogy minden szeretetemmel mondom, nagyon félreérthető volt, és bizonyos szempontokból sok ember számára nagyon sértő lehetett ez a videó, mert valóban nem jött át az, amit szerettetek volna. Hogy ennek ellenére miért nem döntöttetek úgy, hogy akkor eltávolítjátok a videót, és egyszerűen csak azt mondjátok, hogy ha valakit ezzel megbántottunk, akkor elnézést kérünk. Mi amikor megkaptuk ezt a hírt, akkor azonnal beállítottuk 18-as karikára, mi azt gondoltuk, hogy ez teljesen rendben van, de egyébként csak, hogy elmondjak egy legfrissebb hírt, ma reggel a YouTube visszaállította a gyerektartalomra. Nem mi, hanem a YouTube. Igen, manuális felülvizsgálat eredményeként. Tehát mi semmit nem csináltunk, egyszerűen beállítottuk 18-as, és a YouTube azt mondta, hogy ez gyerektartalom. Úgyhogy ennyit erről. Tehát akkor úgy gondoljátok, hogy a jövőben sem aggályos lesz ez a videó, és fönnmarad a YouTube-on. Biztos, hogy aggályos lesz, de az igazság, hogy
hogy tehát mondjuk, hogy sajnáljuk, hogy bárkinek ez, ha bárkinek ez rossz volt, tehát, de nem volt semmi ilyen célunk ezzel. Tehát egyszerűen, hogyha leszednénk, akkor gyakorlatilag beismernénk azt, hogy mi nekünk van valami ilyen érzünk, de nincsen. Feltétlenül gondolom azt egyébként, hogy ezzel beismernétek, viszont az biztos, hogy lehet, hogy sok embernek pedig, hogy mondjam, lelki békességet nyújtana ez. Terveztek egyébként külső segítséget mondjuk ezek után, akár mondjuk a kockasajt esetében, vagy a kerekmese esetében olyan kommunikációs szakembert, vagy mondjuk a Hintalovon Alapítványok csodálatos anyagai vannak, az érzékenyítés, az edukáció és minden egyéb témában, és félre ne értsétek, itt nem a szülői kvalitásatokat kérdőjelezem meg, hogy nem értenétek a gyerekekhez, vagy valami ilyesmi, de hogy hatalmas platforma tietek, rengeteg gyerekhez elér az, amit ti csináltok. Nem érzitek azt, hogy ez túl nagy felelősség, és érdemes lenne szakértő segítségét kérni időnként? De azt azért elmondhatjuk, hogy sokkal több támogatói üzenetet kaptunk egyébként, mint szidalmazót, és ezt igazából nekünk nagyon-nagyon sokat segített. Tehát mi az első pár napban ugye azt tudtuk, hogy mi van vége a világnak, igazából diszidálni akartunk körülbelül, tehát nagyjából itt volt, és akkor így jött egy-két telefon, meg üzenet, és akkor így néztünk, hogy most tényleg... Nyilván, azt valószínűleg kevesen tudják, mert ennyire nem szokták reklámozni, hogy ezen videó előtt azért több mint 160 darab olyan videó készült, amivel nem vagy nagyon keveseknek volt esetleg problémája. Gyerektartalom esetében sajnos fönnáll az, hogy nem lehet jó tartalmat csinálni. Tehát minden egyes videónk esetében van, akinek nem tetszik. És mivel hogy szülő, ezért bizonyos esetekben ugye meg is teheti azt, hogy kifejezi a nem tetszését. Ennek ellenére gyakorlatilag most elsöprő mennyiségű. Ennek ellenére kérdezem, tehát hogy most független a támogatástól, hogy azért itt leginkább nyilván nézői támogatásokat kaptatok. Egy gyermekpszichológus, egy pszichológus, egy szakértő, egy ezzel foglalkozó szakértő azért nyilván más aspektusból is meg tudja közelíteni ezeket a témákat, és csak ezért kérdezem, mert tényleg talán az egyik legnagyobb olyan platform vagytok, aki gyerekeket ér el, hogy nem érzitek-e a továbbiakban szükségét. Legalább az ilyen jellegű videóknál, ahol mondjuk nyilván ti előre nem tudhattátok, hogy ezt félreértésre adhatok ott, hogyha nem volt bennetek rossz szándék, de ezek után, hogy most ez megtörtént, nem érzitek szükségét annak, hogy jó lenne időnként konzultálni valakivel? Mindenképp meg fogják jók vizsgálni annak a lehetőségét, hogy valakit segítségként behívjunk, esetlegesen egy ilyen ellenőrzési folyamatba. Eddig nem volt ilyenre lehetőség, nyilván azért már a YouTube egy nagyon nyílt platform. Ez egy nehéz téma, mert az alkotási folyamatban biztos, hogy sok mindent megváltoztat, vagy megváltoztathat, de biztos azon leszünk, hogy az ilyen kritikus témákat sokkal átgondoltabban fogalmazzuk meg. Ti most elestetek egy kiadói lehetőségtől. Nem tudom, hogy ez volt az egyetlen kiadó, akivel ti együtt dolgoztok. Arra vagyok kíváncsi, hogy most ez, hogy kihátrált mögületek a kiadó, ez mennyire érint titeket, akár mint embert, vagy mondjuk financiálisan, tehát hogy ez nagy kiesést okozott-e nektek? Én részemről én eléggé hiszek a sorsban, úgyhogy én minden, amit csinálok, azt bárki bizonyítja, én semmit nem pénzért csinálok, vagy legalábbis nagyon nem szeretnék pénzért csinálni, tehát ezzel kapcsolatban is az én véleményem az, hogy engem nem érdekel a pénz. Nyilván tök jó lett volna, hogyha eljutnak a könyvek olyan gyerekekhez, akik szerették volna, de ha ez nyilván kiadónak nem fér bele, akkor ez van, tehát igazából én nem siránkozok annyira emiatt. Tehát, hogy majd lesz egy kiadó valószínűleg egyszer. A könyvek elkészítése egyébként már nagyon régi terv volt, nagyjából 5 éve folyamatosan tárgyaltunk kiadókkal. Általában itt a minőségi dolog, meg az eljuttatásnak a lehetősége volt, amit szerettünk volna minél jobbra állítani, vagy megbeszélni. Most jött össze igazából egy olyan megállapodás, ami tényleg jónak tűnt. Úgy gondoltuk, hogy jó minőségben, jó áron, szépen tudjuk a gyerekeknek eljuttatni a könyveket, hogy ne kelljen mindig a képernyő előtt lenni. Ilyen szempontból azért én azt mondom, hogy egy érvágás, vagy egy csalódás ez az esemény, de hát nem tudunk mit tenni.
Mi volt nektek az elmúlt hetek tanulsága? Mit éreztek? Mi az, ami most új szemszögből, mi az, amit most új szemszögből láttok? Mi az, ami új dolog derült ki számotokra? Kíváncsi vagyok a ti érzéseitekre ezzel kapcsolatban. Hát sok mindent megtapasztaltunk, igazából a média működését, a bizonyos szervezeteknek a működését, vagy a szavának a nagyságát, és hát igazából talán még jobban a családunknak az erősségét, és az, hogy fontos vagy kritikus helyzetben kik azok, akik pont mellénk állnak, és nem eltűnnek. Összességében egyébként volt, tehát kaptatok olyan nagyon durva hangvételű üzeneteket, amit úgy éreztetek, hogy ez már talán túlmegy azon a határon, amit mondjuk ti, mint alkotó, akik lehet, hogy egy adott ponton mondjuk hibáztak, de hogy semmi szándékosság nem volt bennetek, nem érdemeltek meg? Hát egy-kettő volt ilyen erőszakos, meg ilyen, amit azért az ember nem szívesen vesz. Ja, igen, hogy az utcán megköpködnek, vagy elgáncsolnak, vagy van, de nem volt semmi. De minimális volt. Azért, jó, azt azért, bocsi, ne vegyük félváról. Tehát azért nagyon, tudom, hogy te most úgy vagy vele, hogy bátrabb vagy, és egy sorszerűnek kell lennie, de közben meg ez egy nagyon fontos tanulság, hogy ahogy a ti meséiteknek is mekkora ereje van, úgy egyébként bármilyen tartalomgyártónak, aki sokakhoz elér, vagy akár civil szervezetnek, és ez egyébként ez egy nagyon fontos tanulság, hogy nagyon kell vigyáznunk arra, hogy miként, hogyan fogalmazunk meg dolgokat, hiszen mondjuk az, hogy ti már mondjuk a testi épségetekre vonatkozólag kaptok fenyegetést, az azt gondolom, hogy az már egy olyan kategória, amit nem lehet nyilván egy mérlegre tenni azzal, hogy elkészült egy olyan mese, ami emberjogi szempontból lehet aggályos. Tehát akkor összességében elmondhatjuk azt, de nem szeretném a szavakat a szátokba adni, hogy bennetek nem volt semmilyen rasszista szándék, nem roma karaktereket látunk a mesében. A kockasajton lévő mesék azok cigány viccek tulajdonképpen meganimálva. Nem csak cigány viccek. Nem csak cigány. Én most erre, amire én gondolok, tehát hogy amiről itt konkrétan a Gazsi vlog, tehát hogy a Gazsi vlog az egy így ilyen a cigány vicceknek egy meganimált verziója, és hogy akkor tulajdonképpen ti nem vagytok rasszisták, vagy nem volt bennetek ilyen indítatás, ezt kijelenthetjük. Így van. Szeretnétek még bármit hozzátenni esetleg? Hát nagyon szépen köszönjük a közönségnek a sok pozitív visszajelzést, és hát azt megígérhetjük, hogy még ameddig csak tudunk, addig meséket fogunk gyártani. Egy picit nagyobb odafigyeléssel talán most már érdemesebb egy kicsit hozzáigazodni. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, további szép estét kívánok, és menjetek, nézzétek meg, mi történt a gyerkőcökkel, nagyon fura hangokat hallottam. Köszönjük! Sziasztok! Azt gondolom, hogy a mai adás nagyon tanulságos volt minden szempontból. Abból a szempontból legalábbis mindenképp, hogy egy ne ítélj elsőre, kettő, ha ítéltél, akkor... Abból a szempontból legalábbis biztos, hogy nem feltétlenül kell ítélni elsőre. Nagyon sok dolgot megtudhattunk mindkét oldal részéről. Én továbbra is azon az állásponton vagyok, hogy számomra a rasszizmus a szándékban merül ki, ugyanúgy, ahogy a homofóbia is, tehát engem, ha valaki lebuzíz, nem feltétlenül gondolom homofóbnak. Tényleg ekkora megtekintésnél a felelősség az nem áthárítható, nem átruházható. Vállalnunk kell érte, és tudnunk kell, hogy egy ekkora platformmal milyen köveket mozgathat. Meg. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, ma még a héten egyszer találkozunk éttermi nagy bejelentéssel, csókolok titeket, várlak titeket, visszairatkozzatok fel, kommenteljetek, lájkoljatok mindent, amit csak szeretnétek, találkozunk hamarosan, sziasztok!